Mindjárt itt a nyár, jön a strandidő, aztán valahogy le kell dolgozni az itt felraktározott melegítő réteget. Dávid Zoltán személyi edző a vendégem, ezzel kapcsolatosan fogok vele beszélgetni, hogy szerinted hogyan érdemes ledolgozni a téli raktárkészleteinket? Mindenképpen sportolni kellene, és hogyha valaki egy kicsit komolyabban veszi, akkor talán a diétába is belekezdhet. Én azt hallottam egyébként, hogy nem csak a sporton múlik, mint ahogy az előbb is mondtad, minden, tehát az, hogy ugye ledolgozunk-e mindent, hanem inkább a diétán, tehát úgymond a hasról elsősorban diétával lehet fogyni. Hát az étkezés legalább ennek szerintem a 60%-át jelenti, a helyes táplálkozás, a többi pedig a sport, pihenés, de az étkezésen nagyon nagy hangsúly van. Mit javasolsz akkor, milyen étkezést? Sokan azt a hibát követik el, hogy ritkán esznek, viszont akkor sokat, és akkor csodálkoznak, hogy hát ők miért híznak, mikor keveset eszik, illetve mennyiségre sokat eszik, csak ritkán eszik, ezért azt gondolom, hogy az lenne a helyes, hogyha minimum 4-5-ször, akár 6-szor is enne valaki egy nap kevesebbet. Ilyen, hogy kenyér, vagy gyümölcs, vagy helyettesítés esetleg? Hát a kenyér és az egyéb tésztafélék nem annyira szerencsések, ha csak nem teljes kiörlésű, vagy durum. A gyümölcsökkel csak az a baj, hogy sok benne gyümölcscukor, tehát annyira megint nem, de hogyha valaki nem nagyon gondolja ezt komolyan, akkor mondjuk szerintem a gyümölcs még elmegy. Még viszonylag, és a nap bizonyos szakaszaiban elmegy. Egyébként nem nagyon kellene erőltetni. Értem. És milyen sportágat javasolsz azoknak, akik úgymond nem az, hogy gyorsan szeretnének fogyni, hanem inkább ilyen, nem is tudom, tehát egészségesebben szeretnének élni? Igazából szerintem mindenképpen az a fontos, hogy olyan sportot válasszon mindenki, amit örömmel fog csinálni, amit élvezi, hogyha csinálhatja. Teljesen mindegy, hogy az edzőteremben történik, kint a szabadban, fut, úszik, kerékpározik, szerintem teljesen mindegy. A mozgás a lényeges, és az, hogy azt örömmel csinálja. Hát teljesen mindegy, hogy tulajdonképpen konditerembe megyünk-e, vagy bárhova? Attól függ, hogy mit szeretnél elérni, vagy mit szeretne elérni valaki. Hogyha izmosodni szeretne, akkor logikus, hogy az edzőtermet nem nagyon fogja tudni ebből kihagyni. Ha valaki fogyni szeretne, akkor annak azért elég egyéb alternatívák is vannak. Lásd, futás, kerékpározás, úszás. Heti hányszori edzés javasolsz? Hát én azt szoktam mondani a vendégeimnek, hogy minimum 3-szor jó, hogyha le tudnak jönni, de hogyha valakinek belefér az idejébe, akkor akár a heti 5-szori edzéssel sincsen baj, sőt, akár hogyha csak 30-40 perceket mozog naponta, de mondjuk heti 5 alkalommal. És ez egy edzés körülbelül mennyi időt tartom? Tehát milyen hosszúságúnak érdemes edzőtermi edzés? Nem feltétlenül edzőtermi edzés, hanem akár, mit tudom én, futás, vagy bármi. Hát egy 30 perc minimum szerintem, ezért mondtam az előbb, hogy 30-40 perc, akár naponta. Edzőteremmel kiegészítve egy olyan jó 1-1,5 óra. Értem, és akkor általában mikor kezdi el a test égetni a zsírt, úgymond? Egy 30-40 perc után kezd átállni arra, amikor a zsírégető funkcióba van. Értem. Mit javasolsz azoknak, akik egy csomó éve már nem sportoltak, és most újra el akarják kezdeni? Mindenképpen fontos szerintem a fokozatosság, tehát hogy ne csapjon bele valaki Hübele Balázs módjába, mert abból esetleg még sérülés lehet, vagy súlyosabb egészségügyi következményei. Úgyhogy a fokozatosság szerintem nagyon fontos. Értem. Tehát akkor tulajdonképpen hogyan kezdje egy olyan ember, aki nem sportolt már egy csomó ideje, hogy heti egy edzéssel, vagy heti 3 edzéssel, de csak inkább kisebb intervallumokban? Egy heti 2 edzéssel szerintem azért elkezdheti, akár 3-mal is, csak ne túl intenzíven, viszonylag kisebb dózisokba adagolja úgymond magának ezt az edzést. Értem. A betegségeket megelőzni szerinted lehet aktív sporttal? Szerintem abszolút igen. Nagyon sok mindenre jó a sport. Ugye a szív- és érrendszeri betegségeket meg lehet vele előzni, vagy lehet csökkenteni, cukorbetegség, csontritkulás akár. Meg hát ugye tudjuk, hogy maga a sport nagyon jó hatással van
a szervezetre olyan értelemben, hogy mondjuk endorfin termel, ami örömet okoz, stresszoldó hatása van a sportolásnak, úgyhogy szerintem mindenképpen. Te mit veszel észre, hogy a magyarok mennyire kapósak úgymond erre, hogy akár tavasszal, vagy nem tudom, nyáron sokkal többet sportoljanak, mint ugye ősszel vagy télen, amikor ugye hát ugyanúgy kéne sportolni, csak inkább, hogy inkább tavasszal többet sportolnak el? Hát mert ilyen a strand szezon, valószínűleg ezért is mindenki jobban szeretne kinézni nyáron. Aztán ugye vége van ennek, és így ahogy te is mondtad, így ősztől, szeptembertől, októbertől így elkezdenek kevesebben foglalkozni magukkal, majd jön a tél, mindenki ugye inkább otthon van, melegbe, lakás, jól el van otthon. Aztán amikor majd jön megint a tavasz, akkor megint mindenki kezd ébredezni, és elkezd arra figyelni, hogy vagy foglalkozni azzal, hogy jó lenne akkor valahogy nyáron kinézni. Uh-huh. Ez jellemző szerintem. Persze, igen. Tehát akkor ilyenkor úgymond téged, mint személyi edzőt megrohamoznak általában az emberek. Hát ilyenkor azért jóval többen járnak edzőterembe, igen. És akkor így augusztusban kész, tornó, ennyi volt? Hát igen, meg ugye egyébként is ebben vannak a szabadságok, nyári szünet, ez meg az, tehát van egy ilyen vetülete is a dolognak, de alapvetően így, ahogy mondtad, tehát így augusztus végéig, szeptember elejéig, és akkor utána tényleg csak azok, akik nagyon fanatikusak, vagy elszántak, vagy akik ezt tényleg rendszeresen csinálják évszaktól függetlenül. Uh-huh. Milyen edzés javasolsz egy ilyen viszonylag normális karban lévő embernek, aki csak egy-két, legyen például először nő, majd utána férfi, aki egy-két vagy akár 3-4 kilót szeretne ledolgozni, és egy kis izmot is fölvarázsolni a testére? Hogy milyen formát? Vagy... Uh-huh, igen, vagy hogy így konkrétan miket javasolsz? Hát szerintem az aerób edzés mindenképpen fontos, tehát valami zsírégető, ami ugye jó, egyébként is jó a vérkeringésnek, az érrendszerre, a szívre, a tüdőre jó hatással van, és akkor mellette meg valamilyen súlyzós edzést. Uh-huh. És ez nem tőle független, teljesen mindegy, hogy nő vagy férfi, kortól is független, tehát hogy... Aha. Értem. Az, hogy ugye van az anaerob és az aerob, ha jól tudom, mi a különbség a kettő között? Hát az egyik ugye egy intenzívebb mozgásforma, a másik pedig egy kicsit statikusabb. Uh-huh. Az egyikkel inkább, mondjuk ha testedzésről van szó, vagy edzőtermi edzésről, akkor ugye izmot tudsz növelni. Melyik az intenzívebb, melyik a stabilabb? Olyan statikusabb. A statikusabb, súlyzós edzés ugye az a statikusabb, aha, és a futópad, bringa, spinning, az pedig ugye a dinamikusabb, az az aerob. Értem. És akkor tulajdonképpen azzal lehet zsírtégetni a futással meg? Igen, de szerintem az a leghasznosabb, hogyha a kettőt összekapcsolja az ember. Tehát kezd mondjuk egy bemelegítéssel, egy 20-30 perc, 40 perc aerob edzés, és akkor utána elkezdi a súlyzós edzés, szintén egy ilyen jó 40-50 perc intenzíven, és akkor az egy másfél órában szerintem tök jól bele lehet szorítani. Nem tudom, hogy ez tulajdonképpen ilyen pletyka-e, vagy valami hasonló, de nagyon sok embertől hallottam azt, hogy dinamikusabb sétával jobban lehet fogyni, mint futással. Igen, ebben van igazság. Mert a szervezetnek ugye van egy zsírégető tartománya, és azt a legtöbb ember sétával jobban tudja tartani, mint futással. Igen, azt a tartományt. Uh-huh. Mármint az, hogy így folyamatosan, nem tudom, pulzusszámhoz van, igen, ez igaz? Igen. Tehát megvan egy adott pulzus, ami a zsírégető, és ami már a futáshoz tartozik, az inkább egy magasabb pulzusszám. Uh-huh. Tehát a magasabb pulzusszám az nem éppen ideális zsírégetésre. Igen, az nem. Aha. Akármilyen full challenge is hangozhat, de nem. Inkább az állóképességet. Így van. Aha, értem. Akkor az úszás, az hova tartozik? Mert hiszen, hogyha gyorsan úszunk erőltetett tempóban, akkor magasabb azért ott is a pulzusszámunk, de mégsem annyira, mint hogyha sprintelnénk úgymond futás közben. Igen, de hát ugye a víznek azért teljesen meg a mások közeg ellenállása, mint mondjuk a levegőnek, vagy kint egy szabad téli sportnak. Igazából ebből fakad a különbség is. Uh-huh. Tehát az úszás jó állóképesség növelésre is? Szerintem abszolút egyébként, igen. Szerintem egy nagyon jó sport. Én mondjuk személy szerint nem szeretem, de alapvetően szerintem egy nagyon jó sport. Na miért nem szereted az úszás, mesélj? Nekem borzalmasan monoton.
Ez a faltól falig, faltól falig, úgyhogy minden tiszteletem az úszóké, főleg a versenyzőké. Hát én 13 éven keresztül úsztam. Fú, minden tiszteletem. Köszönöm szépen, de hát tényleg én mint volt úszó, én csak azt tudom javasolni, hogy menjetek el úszni, mert szerintem baromira jó és sokkal jobb. Egy idő után nekem tetszik az úszás. Nem tudom, hogy te természetesen nem így vagy vele, mint ahogy az előbb is mondtad, de szerintem jó. Kikapcsolsz, csend van körülted, viszonylagos csend, úgyhogy ha... Megértem. Persze. Nekem nem szimpi, de abszolút értem azokat, akiknek ezt tényleg olyan, amit te mondtál, kicsit kikapcsolj őket, közben alapvetően pedig egy tök jó sport. Igen. Na, hát köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzá. Én köszönöm szépen a meghívást.